Közel 500-an vettek részt Fátrai Krisztina budapesti fodrászmester győri tanfolyamán hétfőn. Kezdők a fodrászmesterséget épp most tanulók, de a profik is ellesettek néhány hajvágási trükköt a 27 éve szakmában dolgozó szakembertől. Most a délelőtt folyamán egy elméleti áttekintést vettünk, ahol nagyon fontos szerepe volt a diagnosztizálásnak és a kommunikációnak, hogy feltérképezzük az arcformát, a hajtípust, a hajszál szerkezetet, mindegyebet, ami majd egy frizura elkészítéséhez szükséges. És most délután két modellen keresztül fogom ezt végigvezetni, tehát most már konkrét modellen fogjuk az arcot, a hajat diagnosztizálni, a szemek állását, a forgóirányokat, és hát a legideálisabb frizurát fogjuk elkészíteni a modelleknek. Bár sokan úgy gondolják, hogy mostanában sok új hajvágási technikát vezettek be, Fátrai Krisztina szerint ez nem így van, hiszen a módszerek a régiek, csak ezek kombinációja teszi őket moderné. Az alaphajvágásokat Vidászaszon 1968-ban állította össze, és igazából ugye az ő nevéhez fűződik az a technikai rendszer, amiben a mai napig dolgozunk. És ezeknek a kombinációja adja mindig az aktuális divatirányzatoknak megfelelő frizurákat. A programot a Győri Ipartestület szervezte, amely hosszú évek óta folyamatosan azon dolgozik, hogy minden mesterség megfelelő teret kapjon a városban. Most a fodrászokon volt a sor, ennek a szakmának pedig továbbra is töretlen a népszerűsége. Az oktatásban én is részt veszek, ugyanis egy szakgimnáziumban tanítok elméletet, és pontosan ezért, hogy megszűnt most az OKJ, nagyon-nagyon megemelkedett a tanulók száma. Nagyon sokan vannak a felnőtt képzésben olyanok, akik pályaelhagyók, és szeretnének új szakmát tanulni, illetve akiknek a száma megnőtt, az a borbélyok, ugyanis most ez egy újból egy külön szakma lett, és az nagyon felkapott lett így a fiatalok körében, úgyhogy én azt gondolom, hogy régen is és most is nagyon felkapott a fodrász szakma. A hétfői tanfolyamon egy lépcsőzetes formát, a közönség számára bobként ismert fazont, továbbá egy lefelé hosszabbodó formájú frizura elkészítését figyelhették és tanulhatták meg a résztvevők.